Get ready! 14-szer rendezték meg a Magyar Festészet Napját, az eredetileg civil kezdeményezésként Újbudáról indult, és az önkormányzat támogatásával megvalósult programsorozatot. A korábban egynapos kortárs festészetünnep az évek során kibővült, és idén több héten keresztül 300 művész 2000-nél és több alkotásával várták a látogatókat országszerte október 2-a és november 15-e között. Ebben az évben a fényművészeti alkalmazásai köré szerveződtek a Magyar Festészet Napja programsorozat tárlatai. A kiállítás sorozat nyitánya egy utcai tárlat volt, a 9. kerületben a Bakács téren és a Rádai utcában, Újbudán pedig a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig óriási plakátképek népszerűsítették a kortárs festészetet. Az esemény főleg azoknak kínált vizuális élményt, akik egyébként nem szánnak időt egy-egy kiállítás megtekintésére. Dudics Andor neve talán még a műértő körökben sem igazán ismert. Pedig az ő korában olyan művészekkel tartották egyenrangúnak, mint például Munkácsi vagy Riprónai. S bár a személye feledésbe merült, alkotásait számos nagy galériák, többek között a Nemzeti Galéria is őrzi, fali képei pedig az Országház, az Országos Levéltár és a Pécsi Egyetem falai díszítik. Erre a nagyszerű alkotóra emlékeztek egykori lakóhelyén, a Kelenhegyi úti műteremházban, ahol születésének 150. évfordulója alkalmából egy új emléktáblát avattak. A megemlékezés koszorúját a család részéről dédunokája, Dudics Zsuzsanna helyezte el. Mindenek előtt nagyon felemelő érzés az, hogy itt lehettem ezen a megemlékezésen. Életében elismert festőművész volt, és számomra, illetve az egész család számára sajnálatos, hogy a jelenkor kevéssé ismeri őt. Ha én is bárkinek bemutatkozom, senkinek nem csillan fel a szeme, mint akár egy sportoló, egy focista édesapja vagy gyermeke kapcsán. Ez azért természetesen kevésbé örömteli érzés. Remélem, hogy a család kezdeményezése által, és hogy az Újbudai Önkormányzat is felkarolta ezt, illetve a művészek részben mellénk álltak. Ezzel remélem, hogy Dudics Andor neve ismertebbé fog válni, és többeknek majd felcsillan a szeme, hogyha a nevét meghallják. Függetlenül attól, hogy hatalmas falfreskói vannak az Országházban, közintézményekben, mint például az Országos Levéltárban, vagy akár templomok falain, ettől függetlenül nem ismert a neve. Munkácsinak volt kortársa, egy alkotóházban itt ebben a Kelenhegyi út 12 szám alatt dolgozott Riplurónaival is. Nagy nevek, és valamiért az övé feledésbe merült, úgyhogy ezt szeretnénk, hogyha a jövőben megváltozna. Az emléktábla létrejöttében Újbuda önkormányzata is nagy szerepet vállalt. A karinti szalomban október 13-án Szotyori László festményeiből nyílt kiállítás. Az alkotások mindegyike a szépség és a félelem közötti párhuzamot helyezte előtérbe. Már régóta azt tapasztalom, hogy ami szép, az számomra lenyűgöző, megrendítő, hogy a szépség megrendítő mindig, és ebben mindig van valami monumentalitás és valami nagyszerűség. És tulajdonképpen az, tehát több érzés ébred rendszeresen bennem, például az, hogy a nagyszerűség az megrendítő. A szépség is megrendítő ennél fogva. Sokféle van természetesen. Egyszerűen arról van szó, hogy engem ezek vonzanak. Engem vonz az, hogyha valamit olyan szépségesen szépnek tartok, Kolozsváron mondták, a könnyesi ki a szememből. Ezt így érzem, hát a remek művekkel való találkozásokkor, például Händel Messiásánál, vagy amikor mondjuk, hát ezek most ilyen szélsőséges dolgok, amikor Marcus Aurelius lovas szobráról beszéltem, amíg tanítottam, nem tudtam megállni szinte könnyek nélkül a nagyszerűség való találkozást. De ez azt jelenti, hogy ezek a dolgok jelentenek nekem örömet, ezek
azt is mondhatnám, hogy ezek késztetnek kizárólag festésre. Nincsen más viszonyom a képeimhez, a témáimhoz, mint a rajongás. Ezzel persze el is árulok különös dolgokat magamról. Tudom, hogy ez egyeseknek furcsa, hogy mondjuk egy repülő, vagy egy autó, vagy egy farkas. Miért válthat ki rajongást belőlem? Szépségesnek tartom mindegyiket. Tehát mindegyikre voltak éppen ugyanaz illik. Mindegyik témánál az indítatás ugyanaz. Különböző témák, úgy is mondhatnám, hogy mániáim vannak, amelyek visszatérnek. Itt akkor most kitérek arra is, hogy ezek nem korszakok. Tehát itt most kiállítottam három témát. Úgy mondanám, tehát három témát, az állatokat, a repülőket és indián lányokat, illetve hát női alakokat. De több ilyen, úgy mondom, mániám van, és ezek azért nem korszakok, mert nem szűnnek meg, mert nincsen bennük semmi teoretikus, abszolút semmi ilyen konceptuális, tehát olyan módon teoretikus, hogy egy témát megtalálok, körüljárok, boncolgatom, és amikor úgy érzem, hogy mindent elmondtam róla, akkor befejezem és keresek egy másikat. Nem, ez egyáltalán nem így folyik, hanem úgy, hogy azt a szerepet tölti be, tulajdonképpen most azzal kezdhetném, hogy azt a szerepet tölti be a festés az életemben, hogy amiután nagy vágyakozás fog el, éppen akkoriban, esetleg aznap délután, úgy is mondhatnám, hogy sóvár vágyakozás, azt egyszerűen elkezdem festeni magamnak. Magamnak, oda a műterembe, a szobába, hogy behozzam oda. Varázslás képpen. Tehát mint egy varázslás. Hogy az legyen a közelemben, aminek a közelében én nagyon jól érzem magam. Tehát vagy behozzam a szobába, úgy is mondhatnám, vagy mondjuk a képet, azt játszhassam, hogy a kép ablakán keresztül átlássak abba a tájba, amiben szeretnék lenni, vagy mindegy kapun, akár bemenjek abba. Tehát ezért is emlékszem, hogy egy időben felfedeztem azt, hogy sokkal nagyobb élmény nagy méretű ciprusokat festeni, mert az olyan, mintha valóban, tehát hogyha úgy festi az ember a tájat, azt a parkot, amibe be akar lépni, hogy amikor a talajt festi, az ember le kell guggoljon, vagy letérdeljen, amikor a ciprust festi, akkor pedig nyújtózkodni kell, mint a valódi ciprust, amikor az ember végig simítja a kezével. Amikor a valódi ciprust az ember végig simítja a kezével, én azt tapasztaltam, vagy én így vagyok ezzel, úgy érzem, mintha egy élőlény, mintha mondjuk egy, tehát van egy ilyen, ezeknek az elemeknek mindenre is majd visszatérek valami antropomorfizálása is a részemről, maguktól is azok. Tehát amikor a ciprus végig simítok, és érzem azt a ruganyos, kemény ágait, leveleit, testét, az olyan, mintha mondjuk egy lónak az izmos nyakát érinteném meg. Még van egy melegsége is, a mediterrán melegben, egy kipárolgás, egy illata. Tehát, vagyis úgy festeni a ciprust, hogy az ember lehajol, és nyújtózkodik, ahogy a csúcsát éri el, akkor sokkal inkább benne van a tájban. És az eget aztán pláne úgy kell festeni, vagy úgy jó festeni, hogy az ember feltartja a fejét és nyújtózkodik. Tehát ez mind a varázslás technikája, a varázslása annak, hogy valóságként éljük át azt a képet, tehát valóságot teremtsünk magunk köré. De ezzel azt is elárulom magamról, hogy ezek... mindezekhez a témákhoz én közel kerülni szeretnék. Tehát, ahogy mondtam, hogy a viszonyom a rajongás mindegyikkel. Legyen az ciprus, autó, repülők, országút, amerikai film jelenet, ami nagyon tetszett egykor, és szeretném újra átélni, de ezek a lenyűgöző nagy állatok is. Tehát mindegyikre érvényesek, közös vonások. Tulajdonképpen, amit egy képről elmondanék, én ezt csak mostanában gondoltam így végig, amit egy képről elmondanék, azt az összesről el tudom mondani. Tehát mindegyikre érvényes az, hogy nagyszerűnek tartom, szépségesnek tartom, legyen az bár egy repülő,
és monumentálisnak is tartom. Én úgy látszik, ehhez vonzódom. Mert például felvetették azt, hogy nekem van egy nagyon aranyos kis kutyám, a fél kezemet odaadnám érte, vagy a fél életemet, de ő szegény szóba se jöhet, mint modell, mert ő egy kis tacskó keverék. Tehát ezekhez vonzódom, ezekhez a jelenetekhez, és tulajdonképpen tele vannak elszólásokkal. Én nem akarok itt most belemenni, ilyen bot csinált a pszichológizálásba, mert ez nem az én szakmám, de beszélgettem ilyesmiről másokkal, szakértőbbekkel, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy itt mindeniknél erről van szó, de tehát ahogy mondtam, olyasmit is elárul az ember magáról, minden. Tehát a legszemélyesebb, legintimebb viszonyait, a gyerekkori viszonyát az autóval, ami nálam úgy látszik megmaradt. Tehát ezért is mondtam, hogy nem korszakok, mert nem szűnnek meg, mint témák, hanem újra visszatérnek. Tehát festettem autókat 20 évvel ezelőtt, és most újra festek, és még ugyanígy előjöhet. Tehát nem zárulnak le, mint témák, tehát elárul az ember, elárulja a legszemélyesebb, legintimebb viszonyulásait, vágyakozásait. De már rájöttem arra, hogy az én esetemben, valószínűleg nagyon sok mindenki is így lehet ezzel, nem megy az, hogyha ésszel kontrollálja az ember ezt. Tehát nem szabad kontrollálni. Tehát lehetség, tehát nem gondolkozhatom azon egyik kép esetében sem, és nem szoktam, hogy helyes-e ezt megfesteni. Vajon mit fognak szólni? Hogy ez nem furcsa? Nem tartják egy kicsit furcsának? Hogy valamilyen értelemben helyese, erkölcsi vagy világnézeti értelemben, vagy bármi. Szóval ezek felsevetődnek. És meggyőződésem egyébként, hogy ezek nem is képzőművészeti szempontok. Tehát lehet ezeken vitatkozni ilyen szempontból, hogy helyese, de ez nem egy képzőművészeti kérdés. A képzőművészeti kérdés ebben az számomra elsősorban, hogy milyenek a színek, hogyan húzzam az ecsetet, mert még egy másik lényeges dolgot, hogy nem menjünk nagyon a témák felé, mert nem, ez a téma számít. Tehát így együtt van a téma, meg a festés vágya. A festés az egy érzéki élvezet, érzéki tevékenység, mert az ember kenegeti a színeket, és azokat a színeket, amik a legfinomabb érzést okozzák. Tehát azért jó egy festőnek, mert egyedül dolgozhat, mert százszor újra húzhatja azt az ecsetvonást, és azt vettem már észre egy idő óta, hogy a festésnek ez a legbiztosabb, tehát a kép sikerének ez a legbiztosabb kontrollja, hogy az élvezet irányába kell kormányozni a képet. Tehát csak befelé figyelhetek én, az én esetemben ez így van, csak befelé, hogy ez az ecsetvonás, ez már igazán finom érzés volt, vagy még nem olyan nagyon. És hogyha azt érzem, hogy ez mondjuk térben plasztikailag helyes, de nem volt olyan finom érzés ezt a vastag festéket végighúzni azon a másik festéken, amelyik belekeveredik egy kicsit, tehát kicsit összekenődik. Ameddig nem volt elég finom érzés, addig nem hagyom abba. Tehát ez egy másik aspektus a dolognak, hogy ezért nagyon szeretem Nádler festészetét, például az egyik első számú, azt érzem, hogy a legízesebb festőiséget látom nála. Tehát ott tényleg, ott koncentráltan, hát nem akarom most leegyszerűsíteni a festészetét, de a színek nagyon élvezetes, szóval számomra nagyon finom, ízes keveréséről van szó, meg az ecsetvonásokról, meg az, ahogyan az ecset már egy idő után, de hát ezt én is így próbálom. Hát mindegyikbe beleadok 100%-osan apait, anyait, és addig nem is hagyom abba, ameddig nem készül el. Aztán van természetesen elég sok olyan, amit nem sikerül befejeznem, de mondjuk az akkor az nem sikerült. Egyébként elég gyorsan, tehát jó esetben gyorsan sikerülnek, mert ezt a összpontosítást erre az élmény visszavarázsolására nem olyan könnyű hosszú időn keresztül, több órán keresztül fenntartani, pár órán keresztül fent lehet tartani.
vagy fent, én fent tudom tartani, de visszatérni nehéz. Tehát hónapok után már nehéz. Akkor az már egy másik kép indul el. De egyébként a kép nem mindig olyan, mint amit az ember pontosan elképzelhet. Van egy indító élmény, amit az ember szeretne megidézni. Tehát egy megidézési játék ez. De Elkazovszki mondta nagyon találóan, hogy olyan, mint egy párbeszéd, és ezt nagyon igaznak tartom, hogy a festés olyan, mint egy párbeszéd, hogy ő húz valamit egy képen, és a kép erre teremt egy hatást, vagyis válaszol, és ő arra újra válaszol. Vagyis az tévedés szerintem minden festő esetben, szóval minden festő másképp van ezzel, akik nem festenek, azok gondolják úgy, hogy a kép kész van az ember fejében, és azt mint egy bemásolja a fejéből, lemásolja, kimásolja. Nem így van. Mindig más lesz a kép, mint amit az ember előre elképzelt. Azt is mondhatnám, hogy nem tudja az ember fejben olyan jól elgondolni, mint ami aztán lesz belőle. Ezzel érinteném azt a kérdést is, hogy ha lehet, hogy a kép többet tartalmaz, mint amennyi az ember fejében van. Ezzel is hát most Elkazovszkinak évfordulója is van, és ezért is idézem meg én, nekem hát az utolsó évtizedekben nem is volt kész kép addig, ameddig ő azt nem mondta, hogy kész van, meg nem nézte, csak mert ő mondott egy nagyon érdekeset ezzel kapcsolatosan, hogy mennyit fest bele az ember a fejéből. Azt mondta, hogy egy jó képnek az erőtere, mert egyszer panaszkodtam, hogy egy beszélgetésben nem sikerült olyan jól beszélgetnem a gyűjtőkkel, és azt gondolják a gyűjtők nagyon sokan, hogyha a festővel találkoznak, és a személyisége, az intellektusa meggyőző, akkor az hitelt ad a képnek. Tehát minél intelligensebben tud beszélni egy festő, annál jobban elhiszik a festményét. És erre Elkazovszki azt mondta, hogy ez teljes tévedés, marhaság. Az eltalált kép nem mindegyikre érvényes ez, de egy jó kép, mondjuk most egy ideális képről beszéljünk, abban annak az erőtere sokkal nagyobb, mint az alkotó személyes erőtere. Vagyis sokkal több van egy képben, mint a festő fejében. És még azzal folytatta, hogy de hát ez teljesen magától értetődő, hiszen amikor festünk, akkor felülről kapjuk az irányítást, szóval mi közvetítők vagyunk csak, vagyis hogy több minden van. És rögtön példákat is mondott, hogy például Csajkovszki és Dosztojevszki, hogy tök hülyék voltak így a magánéletben, hogyha beszélgetett volna velük az ember, de amit csináltak, az zseniális volt. Tehát ezt most azt hiszem azért kezdtem elmondani, hogy nem az lesz végül a kép, amit az ember elképzel. Tehát van egy ilyen indítatása, egy a személyiségéből fakadó indítatása, hogy mihez vonzódik, de végül az a jó, amikor, hát ideális esetről beszélek, ez nincs mindig így, amikor az ember azt látja a képen, hogy hát erre nem is gondoltam, hogy ilyen lehet. Szintén a festészet napjához kapcsolódóan nyílt tárlat október 14-én Női vonal 4 címmel. A kiállítás létrehozásának egyik oka az volt, hogy a nők évszázadokig nem lehettek a festőakadémiák tagjai. A 4 éve megálmodott koncepció a női festők érzékenységét, finom rezdülésekre való fogékonyságát, érzelmeik lüktetését kívánta láthatóvá tenni. A különleges tárlatnak a Bartók 29 kiállítótér adott otthont a Bartók Béla úton. Nagyon nehéz dolgunk volt, mert ugye rengeteg alkotótól van, közel 40 művész van itt, és rengeteg munkájuk, tehát többet is hoztak be, és mindegyiknek más hangulata van.
Nem lehetett tematikusan összeállítani, tehát hogy olyan témákban, hogy mondjuk tájképek vagy életképek, hanem inkább a hangulatot akartuk visszaadni. És a színek domináltak a kiállítás rendezésnél is. Tehát az, hogy egy olyan vibrálást, lendületet, dinamikát adjon ez a belső tér, ami megfogja a látogatókat. Minden kiállításunk meghívásos, tehát a kurátorokra van bízva, hogy hogyan válogatja ezt az anyagot. A koncepció maradt ugyanaz, hogy mindenki azt a festményét hozza, ami a legjobban fémjelzi. Nem volt tematikus kiírás, hogy milyen alkotásokat kell hozni. Ami nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy a nők egy kicsit másképp vannak kódolva genetikailag, és a intuícióink, a megérzéseink erősebbek. Ha bejövünk a galériába, és nem lennének aláírva, hogy ez férfi vagy nő festette volna ki, ez soha nem derült volna ki, hogy ki az alkotó, de témában esetleg vannak eltérések helyenként. De alapvetően én úgy látom, hogy nincs különbség nő és férfi festészet között, egyszerűen van egy festőművész, és én úgy gondolom, hogy a legjobban a tudomány és az irodalom mellett a művészet mutatja meg legszemléletesebben egy-egy kor gondolat és érzésvilágát. Tehát itt különböző témákat látunk, rengeteg technika van jelen, és ami nagyon fontos, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebb, a doyennekig válogattam a festőművészek között, és Szilárd Klára is, ugye itt van 90 év fölött, van egy fantasztikus lírai absztrakt képet hozott. 35 alkotótól általában kettő munkát láthatunk, nem mindenki hozott kettőt, mert valaki egy nagyobb lélegzetű munkával jött, de vannak hatos sorozatok, ami ugye kitesz ugyanúgy egy ilyen gyönyörűséges falméretnyi teret, mert mondtam, hogy nincs méretkorlátozás. Tehát ez olyan csodálatos, ez a Bartók 29-es kiállítótér, hogy itt igazán lehet megmutatni, mekkora gesztusokkal is tudnak a hölgyek festeni. Fantasztikus az anyag, el kell jönni megnézni. Alapvetően az a legfontosabb, hogy mindenki professzionális művész. A Magyar Festészet Napja Alapítvány, amikor megalkotta Brála Tibor, megszülte a Festészet Napja ötletet, akkor a legkvalitásosabb alkotások, de nagyon sok jó festő van ezen kívül, de nem, ha van egy 450 négyzetméteres tér, nem hívhatok meg mindenkit, amihez 3000 négyzetméter kellene. Az alkotók néha változnak, tehát vannak állandó, akik filmjelzik a magyar festőművészetet, tehát vannak olyan, ami Bikácsi Denei, a Krajcsovics Éva, fiatalok közül Tóth Angelika, Osgyányi Róza, Osgyányi Sára, szintén a fiatalok, Szilárd Klára, sorolhatnám Krón Zsuzsait mellettem, tehát tényleg minden generációból vannak itt nagyon jó alkotók. Amikor majd így végigpásztázzátok és megtanítok a kiállítás, Patrícia csodálatos sárga fényei, tehát tényleg, akik igazán fémjelzik a magyar kortárs festészetet. Tehát sokkal többet szeretnék kiállítani, és sajnos a falak és a négyzetméterek behatárolnak engem. Fantasztikus, hogy szerintem a magyar kortárs festészet. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól megmutatkozik, és abszolút beépül az európai kultúrkörbe, és 2000 professzionális magyar festőművész van körülbelül, de mindegyiket nem tudjuk kiállítani a helyszűke miatt. Tehát a Mintabálna, a nagy főrendezvényünk, mint a Vigadó, mint ez a Bartók 29-es, mint a Csontvári terem, a B32-es, az a B29-es, tehát behatárolnak bennünket a négyzetméterek sajnos. Mindenkit nagyon szívesen kiállítanánk, aki professzionális festőművész, vagy legalább MAE tag, szövetségi tag, de én azt hiszem, hogy minden évben vannak újak és újak, fiatalabbak is jönnek, hogy megismerje a közönség őket. És ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy ilyenkor így megmozdul. Most október 1-től november 15-ig tart a Magyar Festészet Napja, tehát már nem csak Szent Lukács napjára, október 18-ára korlátozódik, hanem egész fesztivállá duzzad, és az országban különböző galériák kapcsolódnak a rendezvényeinkhez, és én ennek annyira örülök, hogy több helyen, most képbe vagyunk legalább másfél hónapig, és mindenki töltekezhet energiákkal és csodálatos gondolatokkal. Ezek meditatív képek a legtöbb lírai absztrakt kép. És azt hiszem, hogy a világ mélyebb értelme talán így feltárul, elgondolkodnak, tovább ott állnak előtte. Ezek nagyon sok olyan szimbólum van, ami gondolatba ejtő. Tehát nem lehet így végrohanni, ugye egy fénysebessége fényére van ugye egy galériában, hanem mindegyik fantasztikus tartalmat és üzenetet közvetít. Just a passing breeze, feeling memories of the golden smile that introduced.
a Festészet Napja központi ünnepségét a 11. kerületben október 16-án rendezték meg. A Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtérig számos galéria kapcsolódott be az egész napos ingyenes, igényes, interaktív és látványos rendezvény folyamba.